1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én, amikor is a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le nemzeti himnuszunk kéziratát csekén. A jeles napon országszerte szentelnek különösen nagy figyelmet évezredes hagyományainknak és mindazoknak, akik gyökereink megismeréséért, nemzeti tudatunk fenntartásáért sokat tesznek a mindennapokban. A Jászai Mari Színházadot otthont az ünnepi programnak Tatabányán, a városban már 12 éve emlékeznek meg nyelvújítónk tevékenységéről és szellemiségéről. Idén Reményik Sándor Kolozsváron született erdélyi magyar költőnk halálának 75. évfordulójával is egybekötötték a műsort. Munkássága előtt tisztelektek a jászai színészei, művészei is. New York-i levéltöredék, templomképgyűjtő alkalmában. Itt küldök egy-nehány képes lapot. De rájöttem már, hogy miért nem kutat a fürge fényképész templomot. A felhőkarcoló hétköznapok égbe fúrták ormozlan fejüket. Itt, a titáni égberohanásban, az Isten nem halt meg, csak lemaradt. Ide erdélyi hegyek kellenének. Hegyek a felhőkarcolók mögé. Hogy tündököljön az örök arány, és kitűnjön a dicsőség ki. Ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek! Mit tudom én, honnan ered? Mit tud a mélységből a vétek? Az enyém és másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek! Istenem, add, hogy ne bíráljuk. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindennek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaikhoz együtt holnak. Mi olyan együgyönbét élünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkon legyek. Versben, és minden, ami beszédben csak a szükségeset beszéljen. De akkor szóban súly legyen, és erő, és mégis egyre inkább csak simogatás. Ezer kardos szónál többet terül. És végül ne legyek más, mint egy szerint igen, vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen, szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen. Igen, és a gonosztól van minden azon felül. Kétségbe sem sokszor én is a világon, és magamon. Gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott, és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halkszava, ki még itt járt, földangyala volt, és most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt. És néha, legszebb perceinkben, a színéből is valamit. Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara ünnepi műsorral készült a Magyar Kultúra Napja alkalmából Román Géza karnagy vezetésével.
Különleges alkalomból köszöntötték a díszdiplomás pedagógusokat is, aranyoklevelet vehettek át sok éves, példaértékű oktatási-nevelési munkájuk elismeréséért, és hagyományosan a pályakezdő tanárok is oklevelet vehettek át. Tatabánya kultúrájáért díjjal idén a Bárdos Lajos vegyeskar lett gazdagabb, amely 1959-ben kezdte meg működését Tatabányán, Bányász vegyeskar néven. Napjainkban hagyományos kórusmuzsikát énekelnek, a reneszánsz művektől kezdve egészen a 20. századi darabokig. Különös gondot fordítanak Kodály Zoltán és névadójuk Bárdos Lajos műveire. Rendszeres résztvevőik országos és nemzetközi találkozóknak és fesztiváloknak is. Az elmúlt időszakban végzett kulturális munkáról és a megtiszteltetésről Szejman Zsuzsanna kórusvezetőt kérdeztük. Nagyon mozgalmas éven vagyunk túl, én azt gondolom. Voltunk nemzetközi fesztiválon, voltunk kolbásztöltő fesztiválon, rengeteg kórust ismertünk, megfogadtunk, egy francia kórust is, és mi is látogattunk meg olyan városokat, ahol kórus barátaink vannak, sokat utaztunk, sok volt a fellépésünk. Most már 4 önálló koncertünk is van a városban, itt általában van egy tavaszi, van egy barlangos koncertünk, ami talán a leglátogatottabb és legnépszerűbb. Az őszi koncertünk már egy elég hagyományos a novemberi, és a legújabb talán az adventi koncert, ami szintén egyre nagyobb látogatottsággal bír. Én azt gondolom az, hogy ilyen sokan vagyunk együtt, és ilyen sokan műveljük ezt a magas művészetet, mert lássuk be, hogy ezért a kórus művészet nem egy egyszerű műfaj, és ilyen sokan vagyunk, és ilyen jó közösség vagyunk, ezzel sokan vagyunk azért, hogy ez a kultúra fennmaradjon, és nagyon sok magyar szerzőnek, akár Kodály, akár Bárdos műveinek repertoáron tartásával azt gondolom, nagyon sokat teszünk azért, hogy a magyar kultúra fennmaradjon. Számomra ez egy nagy meglepetés volt, de azt gondolom, hogy a többi kórustag számára is meglepetés volt néhány héttel ezelőtt, amikor felhívtak, hogy mi esetleg ezt a díjat megkapjuk, és el is gondolkoztam ezen, hogy megérdemeljük, vagy nem, és számomra az esett a legjobban, hogy egy kívülálló valaki javasolt minket, hogy ezt megkapjuk, ezt a díjat, és nagyon örülünk neki, úgyhogy remélem, hogy a több mások is úgy gondolják, hogy mi erre jogosultak vagyunk. Hol láthatja a közönség legközelebb majd a kórust? Hát mindig vannak kisebb és nagyobb szereplések, kiállítás megnyitók. Jövő héten a Bánkinak leszünk a szalagavatóján, de lesz saját koncertünk is, hát a barlangos mindenképpen meg lesz tartva júniusban. Várok,
Tatabánya megyei jogú város közgyűlése a város művészeti életének támogatására Krajcsi Rovics Henrik városi művészeti ösztöndíjat alapított, melyet a képzőművészet, az iparművészet, a zene és táncművészet, a filmművészet, fotóművészet és az irodalom területén alkotók pályázat útján nyerhetnek el. 2016-ban az elismerést Varga Benedeknek ítélték oda. A díjazott Tatabányán született és a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikai szakán szerzett diplomát, 2005 óta oktatással is foglalkozik. Az ünnepi repertoárt a 2011-ben megyei Prima Primissima díjjal elismert bányásztánc együttes zárta. Thank you.
Különleges előadást hoztak környére a Tardosi Színjátszókör tagjai, Rideg Sándor regényéből és a klasszikussá vált filmből idézett meg részleteket a hobbi művészekből álló csoport. Regős Bendegúz, Buga Jóska, Csámpás Rozi, a Bakter és a Nyanya és a Csendőrök is mindenkit szeretettel vártak. A Bakterász kísérte nekem. Micsoda? Honnakük ez a kísértet? Bejelentett lakása, munkahelye. Én csak azt tudom, hogy eltűnt a kamrából 10 szál kolbászt, és a köcsögökből is valaki lehet a tejfőt. Én magad is megkérném, mondjak pár imád, a szellem lelki üdvéért. Na, amíg elfőjük azt a szellemet össze, jó, fölpapozzuk. Utána meg mosom elő visszük a vármegye házára. Nem, mi nem batyázunk szellemekkel. Meg szentelt vizekkel. Meg nem hordjuk magunkkal imádság zsákszámba. Na induljunk. Hát mi tardosiak vagyunk, Tardoson dolgozunk, felnőttek mindegyikünk, van akikkel én már diákkorában megismerkedtem, de a többség az kollega, meg hát tardosi felnőtt, 5 éve dolgozunk együtt. Hát általában hetente egy alkalmat szánunk rá, szünetekbe pihenünk, akkor nem dolgozunk, de ilyenkor heti egy alkalommal összejövünk és dolgozunk. Ez az Indul a Bakterház című darab, amit a regény és a film alapján én állítottam össze, tehát lesznek olyan jelentek, amik a filmben is szinte szó szerint így mennek le, vannak olyanok, amik csak a könyvbe szerepelnek, tehát nem teljesen köszönnek vissza, és ezt körülbelül 1 éve kezdtük el próbálni. Rendszeres tagok vannak, akik most fognak szerepelni, azok már szerintem az elsőben is benne voltak, 1-2 lemaradt, 1-2 szereplővel bővültünk. Ez mindig változik, attól függ, hogy hány emberre van szükség, most ebbe csak 3 lány, úgyhogy most 2 lány pihent, és hát ez teljesen változó, de a többség az elejétől fogva velünk dolgozik. Ilyen kis falvakba meghívnak minket, ide meghívtak, azt hiszem a Magyar Kultúra napja alkalmából hívtak meg, ugye már a másnapra, ma tudtuk csak elfogadni a meghívást, és hát Tardoson és a környékbeli falvakban szoktunk, itt már egyszer voltunk 2 éve, tavaly nem hívtak, és hát most ide visszahívtak. Szereti a Tika megye, ketten szeretünk mi egye. Ja Istenem, milyen fura, mikor tettem megyünk. Ne féljen kell.
még jól megizzasztott, hogy a nyűrágja a szívét. Meg bizony. De itt csak az útkaparó szomra volt, hogy az ördög rogyassza rá az eget. Mi történt? Meggyalázták a csendőrséget! Ki merészelte? Ezt még lekvicceljük, Szabó Batte! Mit? Batten uram, ezek van már kicsitel, pedig a kísérletek tisztesség is megvédtük a bakterház böcsötét, Batten uram. Még talán kitüntetést is kaphatnánk ő felségét. Az biztos. Na, holnap meg is tartatjuk a lakodalat. Csak nem a Rozival. Dehogy nem. Hogy a jó Isten ragyozza be minden lépését. Olyan táncos lába, mint a tojó galambnak. Adna. Olyan fekete a lába, mint a Rizskának. Mert megbecsöli azt a papucsot, amit lőttem neki a búcsúban. Megparancsoltam neki, hogy hordja a hónalat, hogy tiszta maradjon a lakodalom. Jó. Holnap meg jön a Puga Jóska, megyünk a paphoz, összead minket. Aztán kit hívjunk még el? Hát ezt a két marad csendő földét nagy kibékülésnek, mert lecsukják magukat, mint a majmot. Valójusz. Igen, és én kedves piócás barátomat nagyon rendes volt és megmentette az életet. Erre is ígyunk. A főszereplő, vagyok Rengő és Bendegúz, játszom el, ugye, hát a filmre próbálják hasonlítani egészet, szóval így jött, hogy mezítláb legyek. Hát általános iskolás koromban is jártam, mert így most kerültem be ebbe az első darabon felnőtt színjátszók körébe. Hát ezt még tartosan adtuk elő egyszer. Hát nagyon tetszett, kérték újból, hogy újból játsszuk el, nagyon tetszett nekik. Színészkedéssel szeretném még esetleg továbbiakban is foglalkozni, és ha igen, miért? Hát ez nehéz kérdés, nem tudom. Hát talán. Ez jó mókás minden. Sokat lehet nevetni, próbálkozni, nagyon sokat lehet hülyéskedni, nagyon jó. Hát ez meg ki? Hasa, mint a szalmapetrence, a lábán úgy jár, mint a hízott kacsának. Édes nasár, melyik kulattal érkezett? Na ide figyelj, te kölyök, te Tóbiás. Nekem nem mondasz, hogy nagycsát, mert egyrészt pofán hitlek, másrészt meg nem vagyok a babár. Igen, Rózi néninek hívnak, ha éppenséget tudni akarod. Kérd a csámpáshoz, én a bakrom szokott nem nagyobb. Csámpáshoz jám az én, gyengnak a térdje. Tapad a lába is már megint. Rendegúz, helyszor mondtam neked, hogy azt mondjuk, ha sose politizálj. Nem tanítom én ezt a kölyköt itt csámpáshoz, így pofonok fognak itt hullani. Rendegúz, ne vittás. Jókor asszony. És már meghatsz a macskanyúzó férje is. Jaj, itt hagyott engem. Ríjál már. Sose szeretted. Szagát sem bírtam. Hát akkor meg mit tűnt? Megkívtsak meg, hó. Esetleg elkezdtél élni, mint fazékban a hurka. Majd csak feltámad valamikor. Most kéne még csak. Majd lesz másik. Na, elég ebből. Igazán nagy gazember volt a sógorom. Együnk valamit. Már közel 5 éve, meg előtte még általános iskolában is már erősítettem a csapatot. Mi vonzott benne, mit szeretsz benne? Hát sokan mondták, hogy tehetséges vagyok, és nagyon szeretek a színpadon produkálni magamat, nagyon szeretem csinálni a fejem, úgyhogy ezt szeretem az embereket megnevettetni, és ezért csinálom. Hú, erről a darabról az egészet átolt szettig nagyon szeretem. Egyik legjobb darabunk szerintem. Egyik legsikeresebb is, mint kiderült. Először is az, hogy földobja a hétköznapokat, mert ugye hát az emberek mennek dolgozni hétköznap, ugye rossz a kedvük, vagy unalmas hétköznapok után eljönnek ide, és nevetnek egy nagyon jót, és az garantált, hogy itt mindenki jó kedvel fog elmenni. Hétvágott az a büdös geme. Ha mit makarózol, megkazasodtál? Nem ülök fel többet. Ha vár a Szabó Batté. Mondja meg, hullakik, elmegyek gyalog. Valamikor csak odaérek. Hallod te? Mit csinál az aló? Sanyi! Sanyi kell! Meghalt! Odaad rá a kincset! Sanyi kell! Legalább a bőrűt legyen!
átadok neked. Batter uram! Batter uram! Biztosan a sorompót engedi le. Batter uram! Hát te ki vagy ő? Te jobban váltalak. Te miért válsz egyenesse? Csak nem vagy gilisztás vagy, együgyű. Hú, de úgy nézek ki, mintha most jöttél volna le a kakasztófa kötéről. Menjél, adja te enneknek inni. Mondtam én, hogy beállok magába. Igaz, igaz, fiam. Mit mondta, hogy is hívnak? Pengős Bendegúz vagyok. Bendegúz, 6 pengőt kapsz egy negyed évre. 6 pengő. Uram, atyám, ennyi pénzen gőfelségének sincs. Te, a kortárs miért nem gyűjtöd el? Megérzett az egyik tószt, azt legelteti a nyárfák alatt. Hát jó, mennyi, mutatkozz be a mamának. Uram, teremtő, milyen rúzsát rendben, és már a kalendáriumba sincs. Azt a város, hogy nyilván nyitottál, hát látom, hogy mi ez a lárma itt már mi? Hát begyűn ez a zsivány! De úgy, hogy még a Rizska is kifarult, miközben a tölgyit fogtam. Ha még jó, hogy nem taposta össze a lapockámat. Ha mondd csak körök. Ha mi lenne, ha azt mondanád nekem, hogy te is asszony? Nekem mindegy, a boldas egy kipi asszonynak is kell szólítani, anya. Te városi csirész, te! De vegye fel a papucsát, mert meglevesedik az orra. Te is jól felkötötted a macskára a harangot. Együnk már, hogy itt fog dúzogni reggelig neked. Jó van, na! Leginkább az, hogy jól szórakozunk. Tehát a próbákon rengeteget röhögünk, hülyéskedünk, nem igazán komoly munka. Ennek ellenére haladunk előre mindig, és hát remek társaság, meg hát a szereplés öröme, az is sokakat vonz. Tavaly ilyen kabaré estet csináltunk, rövid jeleneteket adtunk elő, ezzel nem voltunk környén. 2 éve, amivel itt szerepeltünk, az egy Shakespeare átirat volt, a Vízkeresztnek a mai korba át helyezett változata. Volt egy francia bohózatunk. Mi nem szoktunk komoly darabokat előadni, mi mindig a közönség szórakoztatását tűzzük ki célul, mert hát nekünk is ez tetszik. Számítunk arra, hogy ezzel fognak meghívni minket, ez jobban bevonza a nézőket, úgyhogy eddig mindegyik előadásunk ilyen vidám jellegű volt. Keresztől egészen a 40 napos bőjt kezdetéig tart a farsang időszaka. Hazánkban a középkorban kezdett elterjedni. A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy ebben az időszakban, mikor hosszabbak az éjszakák és rövidebbek a nappalok, a nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Éppen ezért vigadalommal, jelmezes karneváli felvonulással és boszorkánybábú égetésével próbálták elűzni a rossz szellemeket. A jelmezes karnevál maradt meg leginkább a hétköznapokban.
Az óvodákban, iskolákban rendszeresen megrendezik a farsangi mulatságot, amihez általában jelmezes verseny is társul. A Pötörkénél sincs ez másként, ahol a korábbi évekhez képest most kicsit korábban tartották a farsangi aprók táncát, de mint mindig, most is óriási érdeklődés kísérte a rendezvényt. Ez egy picit különlegesebb táncház, olyan-nagyon nem, de farsangi táncház lesz. Kicsit beöltöztek a gyerekek, és velük együtt a farsangot ünnepeljük most ezen a táncházon. Mi lesz a mai nap programja? Hát szokásosan kívül, tehát a játéktánc kapja a főszerepet, de most itt a ruha bemutatók is meg lesznek. Megnézzük, hogy ki minek öltözött, és milyen versikét tud esetleg hozzá, vagy tud énekelni, és ezt fogjuk értékelni egy-egy kisebb ajándékkal. Mennyire népszerű a gyerekek körében, mondjuk pont a farsangi aprók tánca? Hát reméljük, hogy igen, reméljük, hogy népszerű. Mindig sokan szoktunk lenni. Ma is körülbelül annyit várunk, ami meg szokott jelenni. Néha a több is baj, mert nem férünk el, kevesebb is természetesen, de ugye egyfolytában vannak ilyen visszajáró gyerekek, szülők, akikkel már itt gyakorlatilag minden hónapban találkozunk. Farsangi mulatságra mindig készülünk valami olyasmivel is, ami a magyar népi hagyományoknak megfelelő. Így aztán az egyik asztalon a mohácsi busójárásból kölcsönöztünk egy-két modellt, és azokat valósítják meg a gyerekek. A másik asztalnál meg egy tréfás farsangi kukacot készítenek. Félét összeszedtünk, ami a pincébe padláson fellelhető. Találtunk kenderkócot, raffiát, birkaszőrt, kartont, ragasztót, mindenfélét, amit csak lehetséges. A kisebbeknek a farsangi kukac is elég, azt is nehezebb nekik összevágni. A nagyobbak pedig már próbálkozhatnak a mohácsi busóállarccal. Gyerekek mennyire élvezik ezt a programot? Nagyon szeretik, akinek meg türelme nincsen, az meg már nagyon várja a táncot, ami hamarosan kezdődik.
mai összejövetel ebben az évben elég korán van a farsangunk, hiszen így esik most idén koránra húsvét, ezért mi is már januárban farsangolunk. A különlegessége az, hogy minden egyes résztvevő gyermek igyekszik beöltözni, sőt a szülők is, pedagógusok is, és egy igazi mókás mulatsággal szeretnénk köszönteni ezt az időszakot. Kell a gyermekeket ösztönözni arra, hogy beöltözzenek? Kicsit kell őket, de talán még ez a korosztály, ez az alsó tagozatos korosztály, akikkel mi foglalkozunk, még szeret beöltözni, és aztán a középiskolás nagyobbacskák meg visszatérnek szintén ehhez a dologhoz, mert érzik, hogy ez egy nagyon jó hagyomány, és hiányzik nekik. Mennyire van jelentősége mondjuk itt a saját készítésű jelmezeknek? Hát van egy ilyen bemutatkozós szakasza is a farsangnak, és igen, azért mi próbáljuk azért a saját ötleteket egy kicsit jobban díjazni, és örülünk, hogyha valaki nem kölcsönöz, hanem otthon anyával, vagy önmaga elkészíti a kedvenc jelmezét. Gyerekek mennyire fogékonyak ezekre az összejövetelekre, mennyire érzik jól magukat, mennyire tudnak kikapcsolódni? Én azt gondolom, hogy nagyon jól érzik magukat, hiszen ez az aprók tánca most már 8 éve folyamatosan zajlik, évi 6-8 alkalommal. Azon kívül van folknapunk is, és patarás rendezvényeink. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy ahol zene, tánc, kézműveskedés, hagyományok, szokások előkerülnek, ott a családok, és hát legfőképpen a gyerekek nagyon jól érzik magukat mindig. Egyesületünkben jelenleg 150 tag van, 5 korosztályi csoportra tagolódunk, az óvodások, a kotyogók, akiket Szőnyegné Szegvári Emes és Benke Judit tanít, aztán következik a búzaszemek csoport, a kis cifra és a cifra, valamint a pötörke, ahol a legnagyobbak vannak. Itt férjemmel Keltai Gáborral ketten tanítjuk a gyerekeket, és hát gyakorlatilag minden csoportnév valamilyen módon a tatai malmokhoz kapcsolódik, hiszen ezt a szívünkön viseljük, ezt a hagyományt is. És nagyon örülünk, hogy ilyen sok tanítványunk van, nem csak a táncban, hanem a népzenében is. Majd látható lesz, hogy hegedűseink is vannak, akiket Szabóné Botján Ildikó tanít. Aztán Kurdi Gábor, népi iparművész, népészeti fiúmestere, dudás, citerát, furuját, dudát, kobzot tanít nálunk, és Szegvár Ildikó népi éneket. Körülbelül 25 tanítványunk van, aki nem csak a táncot, hanem az egyéb tanulmányokat is előtérbe helyezi nálunk.